Tibi, 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 a hepatitis A vírus. A romát nem piszkosok, amiben tudnak, tisztálkodnak és teszik a dolgokat. De amit a polgármester úr elmondott, hogy hát a romák olyan rossz körülmények közt van, és piszkosok, nem törődnek a körülményeikkel, a lakással, az udvarra, nem fedevaló. A romák megcsinálják. Úgy vagyunk látva, hogy így élnek a romák. Nem tudom, hogy így Mihályban, hogy nem ismeri a polgármester úr ezt a szót, hogy tisztelet a kivétel. Úgy néznek rá, mint a leprásokra. Nem is úgy néznek rá, mint emberekre, mint leprásokra. A gyerekeink nem tudnak menni, a környező falokba nem fognak tudni menni az iskolába, mert meg vannak bélyegezve. Meg vagyunk bélyegezve, nagyon. Megbélyegzésre nem történt. Az, hogy most esetleg csípkörnek, vagy viccelőnek az emberek, azt én nem tartom olyan súlyosnak, hogy ezt lelki traumába essek most amiatt, hogy engem megbélyegeztek, tehát ezt így nem tudom elfogadni senki részéről sem. Én szerintem a polgármester úr magába fog szállni, és majd fog a médián keresztül fog bocsánatot kérni. Gondolom, hogy a polgármester nem így kellett volna leadni ezt a dolgot, hogy a Nyír Mihályi cigánság így él, hanem úgy kellett volna mondani, hogy tisztelet, van egy pár ház. Na be ne csináljuk, mert a tisztelettől. Igen. Nem kéne annyit kamatoztatni, itt a dolgokat kérünk szépen, igen, meg a szegény cigányokat lenyúlni pénzzel, hanem élni kéne, meg elmenni dolgozni, nem pedig tiszteletet követelni kell szépen. Innentől kezdve, tessék szívesen nem viszont megszakítani. Sajnos, hogy ide is találtok mindent, mindennek, menjetek haza, a nagy százat fejezve, nem kíváncsi rá senki se, érted? Hát mondom, megmondom a maga négy. Hogy számot fejezem? Hát van kivel beszélni? Hát na lássa, na ezt mondom, nem is lehet írni.